Kedves barátaim, én magyar vagyok, és ti magyarok vagytok? Igen, mi mind magyarok vagyunk. Magyarok, akik nem szeretik, ha zsarnokoskodnak felettük. Petőfi és Kossuth népe vagyunk. Egy szabadság szerető nép. De hadd halljuk tőletek is. Szabadságot akartok, vagy szolgaságot? Igen, mi a rendszerváltás óta mind szabadságra, békére és jólétre vágyunk. Ma Magyarországon egyetlen ember áll a szabadság, a béke, a jólét és közöttünk. Tudjátok, hogy ki az? Persze, hogy tudjátok. Ma Magyarországon egyetlen ember akar szolgaságot és háborút. De Magyarországon újra szabadság és béke lesz, mert elvesszük tőle kedvenc játék szerint a kormányrudat. De kedves barátaim, mi békét akarunk, nem bántjuk. A kormányruddal kívül meghagyjuk neki az összes többi játékát. Megtartatja a félkés stadionját a Patyomkin falujában. Megtartjuk neki a Darth Vaderre és Luke Skywalkerre támadó terrorista elhárító barátaim, és még az arany WC kefejét is megtartatja a felcsuti palotájában. Kedves barátaim! Mi a Párbeszéd Magyarországért pártot megalapító barátaimmal együtt évek óta azért küzdünk, hogy Magyarországon újra szabadság és béke legyen. De rá kellett jönnünk arra, hogy nincs esélyünk a számunkra oly fontos zöld és baloldali értékek képviseletére. Nincs esélyünk az elesettek, a jövő generáció képviseletére, amíg Magyarország fölött Orbán Viktor uralkodik. Ezért rájöttünk arra, hogy az első és a legfontosabb feladatunk az, hogy megdöntsük Orbán Viktort, hogy megállítsuk Orbán Viktor álmokfutását. Mert ha még 4 évig Orbán kormányoz, akkor Magyarország végleg orosz gyarmattá válik. Ha marad Orbán Viktor, akkor végleg eluralkodik a nincstelenség, a kiszolgáltatottság és a gyermekéhezés. Ha marad Orbán Viktor, akkor még a saját kisfiamat sem fogom tudni nyugodt lelkiismerettel meggyőzni arról, hogy itthon és ne külföldön keressen boldogulást. Barátaim, ahogy Gordon szokta mondani, ha Orbán Viktor győz, Magyarország a magyar nép veszít. De ez nem így lesz. Április 6-án, ha ti is akarjátok, ez nem így lesz. Erőszakos gépezetével szemmel, hogy mindenfélét mutatnak a közvéleménykutatások. De kérdezem én, mennyivel volt jobb a helyzet Rákóczi, Petőfi, vagy éppen az 56-os fiatalok számára? Mit mutattak volna nekik a közvéleménykutatások? Megmondom én, azt mutatták volna, hogy a magyar hősök csak egy maroknyi csapata mer szembeszállni az elnyomással. A félelem rendszerében, ahogyan most is, csak néhány fiatalról számoltak volna be a közvéleménykutatások. Pedig tudjuk, minden esetben egy ország állt melléjük az elnyomással szemben. Kedves barátaim, nekünk is sikerülni fog. Ha Rákóczi, Petőfi és az 56-os fiatalok nem féltek, akkor nekünk sem lehet, nem szabad félni. Mert higgyétek el! Higgyétek el, nekünk most még
egy elnyomó külhatalommal kell szembenéznünk, csupán Orbán Viktor és a Fidesz romlott rendszerével. Nekünk van esélyünk legyőzni Orbán Viktor és a Fidesz. Mondjátok el hát mindenkinek, hogy együtt sikerülni fog. Elmondjátok? Mondjátok el a közmunkásnak, akinek Fidesz kápok vezényelnek cirkuszi mutatványokat, hogy vége lesz a megaláztatásnak. Mondjátok el a pedagógusnak, akivel rózsaszony irat bornét képességteszteket, hogy újra megbecsült szakmája lesz. Mondjátok el hajléktalan társainknak, hogy akiket nap mint nap feneget Pintér Sándor azzal, hogy ledózerölje a kunyhóikat, hogy nem kell félniük, hogy újra lesz fedél a fejük fölött. Mondjátok el a gyerekeknek, barátaim, hogy nem fognak éhezni, hogy újra lesz vacsora a családi asztalon. Mondjátok el a diákoknak, hogy ismét ingyenes lesz az egyetemi alapképzés, hogy szabadok lesznek az iskolák. Mondjátok el a nőknek, hogy mi rendőrkézre adjuk a vakkommunkadók gazdáit. Mondjátok el az anyáknak, hogy végre többé nem kell választaniuk a munka és a család között, hogy újra megemeljük a gyest és a családi pótlékot, és segítünk munkába állni. Mondjátok el a nyugdíjasoknak, hogy nem csak a jómódúaknak van joga az egészséghez és a gyógyszerekhez, hanem mindenkinek. Mondjátok el nekik, mindenkinek, hogy együtt sikerülni fog, hogy győzni fogunk. De mondjátok el azt is, barátaim, hogyha csak minden második ember megy el szavazni, akkor Orbán Viktornak újra kétharmada lesz. Győzni fogunk, ha ti is segítetek. A választás tisztasága a ti kezetekben van. Tudjuk, hogy már most folynak a csalások. Folynak a bírósági ítéleteket figyelmen kívül hagyó kormánypropagandát ontó televíziókból. Folynak a kormányváltó erők plakátjait ragasztó aktivistáinkat követő fekete autókból. De barátaim, igazságot fogunk szolgáltatni. Igazságot fogunk szolgáltatni a tisztességes Magyarországnak. Győzni fogunk, ha ti is segítetek. Ha segítetek, jelentkeztek aktivistának, ha telefonáltok. Ha kitelepültök velünk együtt az utcákon, ha megakadályozzátok, hogy letépjék a plakátjainkat, ha április 6-án ti is figyelitek a választás tisztaságát. Győzni fogunk április 6-án, ha ti is beszélgettek a szomszéddal, a postással, a zöldségessel, a kutyasétáltató barátokkal. Kedves barátaim, nekünk nem Putyin és Chuck Norris a szövetségesünk, hanem a változást akaró, a változásra vágyó magyar emberek, ti vagytok! Ezért, ha április 6-án elmentek szavazni, akkor együtt győzni fogunk, és lesz még Magyarország újra szabad, békés, európai ország. Köszönöm, hogy meghallgattatok. $5 millió forint magát.